A mai magazin műsorunk témája az edzés lesz, a vendégem pedig már itt is van, itt ül velem szemben, kövér Georgina, személyi jegyzőszia, üdvözöllek! Szia, üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. Tegeződni fogunk, mert hát majdnem egykorban vagyunk, úgyhogy nekünk így valószínűleg könnyebb lesz a beszélgetés. És akkor először egy icipicit beszéljünk róla, hogy mióta foglalkozol magával a testépítéssel. Én 2006-ban kezdtem el edzeni, de nem volt vele semmi komolyabb célom, de nagyon hamar szerelem lett belőle, úgyhogy 2008-ban elvégeztem egy tanfolyamot, egy személyedzői tanfolyamot, és azóta folyamatosan ebben is dolgozom, ez a főállásom. Milyen eredményeid vannak I think. 2010-ben versenyeztem először, akkor egy magyar bajnokit elhoztam, aztán öt évig semmi. Úgy gondoltam, hogy nem vagyok rá alkalmas, aztán valahogy mégiscsak kedvet kaptam, és azóta rendszeres. A pandémia ideje alatt nem volt verseny, általában aranyérmet szoktam kapni, viszont volt egy VB, ahol, ahol ezüstöt sikerült szereznem, de nekem az akkor is akkora szó volt, hogy azért pityeregtem utána rendesen, és tavaly mentem egy nagyobb kihívás felé, egy másik szövetséghez, ott ezüstöt szereztem, úgyhogy most neki duráltam magam, és úgy voltam vele, hogy ugyanott szeretnék egy aranyat idén, majd októberben. Miért gondoltad azt, hogy nem vagy ráképes? Szerintem az lehetett a baj, hogy nagyon fiatal voltam, amikor először versenyeztem, de ilyen forró fejű, és a verseny után, mivel nem volt még tapasztalatom, én tényleg mindent össze visszaettem, és olyan szinten meghíztam, hogy megijedtem tőle, hogy még egyszer ugyanezt fog előfordulni, aztán közben már megtanultam, hogy ez hogy működik, hogy kell ezt kordába tartani, és akkor ugye újra nekivágtam, és már okosabban ettem utána. Tehát nem volt akkor a Probléma, nem volt akkor a hízás. Előtte is foglalkoztál így a, a testeddel? Tudatos, tudatos voltál mindig? Az edzés előtt soha, sőt, sőt, anyukám szerint a lustaság fájt volna, akkor én üvöltöttem volna, és valahogy ebben nagyon megtaláltam magam, mert meg lehet egy olyan vonalat találni szerintem benne, amit az ember élvezés szeretettel csinál. Nem azt mondom, hogy minden nap, de az esetek nagy többségében igen hogy ha mondjuk az embereket nézzük, te mit tapasztalsz egyébként, miért olyan nehéz neki állni edzeni egyáltalán? Én mindig azt mondom egyébként, hogy a legfőbb ok az ott keresendő, hogyha valaki nagyon nem szeret mozogni, akkor már az első pillanattól kezdve kiinként éli meg, és úgy nem, nem, fog maradni, nem fogja csinálni. Hogyan motiválod őket? Én megpróbálom velük megszerettetni, tehát figyelek arra, hogy a vendégnek milyen típusú gyakorlatok azok, amiket nem utál elsősorban, de van már, amit szeret, és akkor abba az irányba próbálom összehozni neki az edzésprogramját, és hogyha talál benne örömöt, akkor marad. Hogyha úgyse, akkor valószínűleg tényleg nagy nem szeret mozogni, és azok általában el is maradnak azok az emberek. De ez ritka, itt kevés, kevés, hál' Istennek. Ugye azt szokták mondani, hogy azért nagy része annak, hogy jól néz ki, vagy hogy jól tartsd magad, ugye a táplálkozáson múlik, és akkor utána egy kevesebb százalék az, ami ugye az edzés. Mit látsz, mennyire tartják az emberek ezt a fajta hozzáállást, hogy, hogy inkább az edzéstől várják a fogyást? <laughs> ez attól függ, hogy eldöntötték-e a dolgot, vagy csak kampányszerű, tehát bizonyos alkalom akarnak jól kinézni, és utána nekik nem lényeges, akkor általában ugye bele is buknak, sőt, általában többet szoktak visszaszedni, mint amennyit lefogynak. Viszont akinek fontos az egészsége, és ö, megérezte azt, hogy ezt egy életen át kell, és találunk ugye olyan vonalat, ami neki ízlik, akkor azt az embert megfogtuk, és ő már mindig így fogja csinálni. És ebben nem mondom azt, hogy nem fér bele egy-egy pizza nyaraláson, vagy fagylalt, vagy bármi ilyesmi, mert belefér. Nálad ez a nyári dömping mennyire jellemző, hogy azt mondtad, hogy egy időszakra akar jól kinézni, sár? mindig nyáron akarunk jól kinézni. Én akkor mindig tele vagyok vendéggel egyébként, meg várólista, meg minden. Igen, igen. Ha meg százal. januárba. Igen. Ez a kettő, ez mindig. Ah. Táplálkozásnál egyébként mire kell odafigyelnünk, szerinted? Én mindig azt szoktam mondani, hogyha már abba belegondolnak az emberek, hogy természetes formában vegyék magukhoz a táplálékot, vagy nem is azt, hogy vegyék magukhoz, hanem úgy kerüljön a kosarukba, hogy úgy mondjam, már akkor nagyon sokat fognak fogyni, mert ezek az ultrafeldolgozott élelmiszerek, ezek, ezek nagyon hízlalnak. El sem képzelnéd, hogy mennyire. Tehát minél természetesebb formában a zöldséget, a husit, bármit. Mi az arány például? Mert ugye itt a szénhidrát, a zsír, tehát hogy mi az az arány, ami, ami, fontos ebben az esetben. Én mindig azt mondom, hogy legalább a kétharmada az fehérje legyen a tányérunk tartalmának, és utána a zsír szénhidrát az, az, meg úgy nézzen ki, hogy a zsírból a legkevesebb, és akkor az összes többi szénhidrát, és érdemes a szénhidrátból lassan felszívódóakat választani, és akkor nincs ez, hogy farkas éhes vagy már fél órával étkezés után. Edzés előtt mit szoktál javasolni? Ami a legjobban bevált, hogyha a szénhidrátot zsírt keverjük, mondok egy marha egyszerű példát, mit tudom én, valaki megeszik egy fél banánt, meg egy jó nagymarékkes udiót. És ez nem is egy megterhelő a gyomorra nézve, tehát ez nem olyan, mint hogyha, mit tudom én, megeszel egy pörköltet nokedlival, és utána két órán keresztül a torkodnak a legvégén van, és hány ingered van, mert ettől, amit most az előbb elmondtam, banánkes udió, tök jó energiád van az egész edzésen, viszont nem fogsz tőle leémeljek, nem vagy rosszul, kényelmesebb úgy edzeni. Mi van a vegetáriánusokkal? Ugye mindig az szokott ugye szóba kerülni, hogy általában a, ez a hús, zöldség, rizs kombó, ott ezt ugye nagyon a vegetáriánusok vagy vegánok például nem, nem mehetik Ott ő nekik például mire kell figyelniük? Szerintem a hüvelyesekből nagyon sok fehérjét be lehet vinni, meg már vannak olyan húspótló készítmények, amik elég magas fehérje tartalma. Például itt van ez a szejtán, ugye ez a azt búzakenyér, vagy minek mm -hmm. hívják, meg a szójából készült dolgok is nagyon-nagyon szuperek. Én nem nagyon próbáltam őket, megmondom őszintén, mert én, én a húst kívánom, és én azt is fogyasztom, de tudom jól, hogy van több vegán testépítő, aki nagyon sikeres, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ezt a vonalat is szépen meg lehet oldani. Mivel tudjuk elrontani? Ha nem vagyunk következetesek, és nem készülünk arra, hogy mit tudom én, mondjuk 5 órát úton vagyunk, és lehet, hogy valami történik, legalább egy étkezés szerintem, ha van nálunk, akkor nem lehet baj az öt ö, napi ötszöri étkezés, az kell? Nem, ez teljesen egyéni. Ki kell tapasztalni, hogy ki mitől érzi jól magát és energikusnak magát. Például a férfiak nagy részénél azt veszem észre, hogy az időszakos bőjt a legjobb, amikor 8 órát tesznek, 16-ot nem. Nőknél viszont úgy látom, hogy nem nagyon működik. Vannak, akiknél igen, tény és való, de a nők nagy része az ez a három óránkénti étkezés, ez, ez tökéletesen beválik, és hormonálisan is én úgy látom, hogy jó. De itt sem mindenkinek. Én azt mondom, hogy tapasztalgatni kell, hogy mi az, amit ő tényleg jól érzed magad. Egyébként kik a kitartóbbak, mit látsz a nők vagy a férfiak? Az idősebb korosztály. Az mindegy, hogy nő vagy férfi. Aha. Én nem is tudom. A hozzáállásuk az olyan, hogy bámulatos. Tehát még én is motiválódom tőlük néha, és nagyon-nagyon örülök, hogy dolgozhatok ilyen emberekkel. És akkor gondolom, ő is azért másabb, mert hogy járnak hozzá fiatalok, járnak hozzá középkorúak és idősek is. Tehát igen. hogy gondolom, akkor így mindenkire odafigyelsz, hogy igen, ő, igen, igen, kinek mi az, ami jól áll, meg amit. azt mondanám neked, hogy ki hol tart, mert az idősebbek között is el tudnak jutni olyan szintre, hogy húzockodik egy hölgy, aki már majdnem 60 éves, de hozzám jár 6 éve, és ott tartunk, hogy húzockodik. Szóval bámulat tényleg, hogy mit, mit el lehet érni, ha az ember akarja. Ugye vannak videóid is a, a YouTube-on, recepteket osztasz, meg tanácsokat adsz. Ezt, ezt, rendszeresen csinálod, vagy, vagy amennyi időd van rá? Inkább azt mondanám, hogy amennyi időm van rá, de mindig figyelek arra, hogyha egy bizonyos típus már rég volt, akkor inkább az legyen a soron következő. Mert legalább három-négy témába, szférába szoktam videóozgatni. Terjünk át egy picit akkor a te versenydiétádra, hogy ez egy diéta. Hogyan, hogyan állsz neki ilyenkor? Mikor kezded el egyáltalán? versenyelőtt mennyi idővel kell elkezdened? Én az évek alatt az utóbbi években tapasztalgattam a testemet, hogy mire hogy reagál, és az előző 16 hetes volt, és azt láttam, hogy egy fél kilót még lehetett volna rajtam pucolni. Elégedett voltam azzal, amit ott összehoztam, de úgy láttam, hogy na most lesz az igazi, és két Hetet ráhúztam, tehát most 18 hetes, viszont nagyon-nagyon finomakat eszek, és elég magas, magasan van a szénhidrát már az elején, és látom, hogy fogyok. Egész addig fogom ezt a szénhidrátot tartani, ami meg nem áll. Ha megáll, akkor elveszek belőle. Tehát mindig forma csekkolás van a tükörbe, körülbelül. Hát igazából minden nap nézem, nem mondhatnám azt, hogy hetente, mert hetente csak lemérem magam, de nézem. Hogyha valami gáz van, akkor egyből változtatok az arányokon. Uh -huh. És akkor mennyire kell lefogyni? Vagy hogy, hogy, hogy van ez? Vagy inkább ez úgy néz, néz, néz ki, el... hogy az izomzatomat fedő zsírt és vizet mindent le kell pucolnom magamról, hogy ez látható legyen. Tehát ezt nem tudom megmondani szám szerint, hogy ez mennyi. Általában olyan 57-58 kiló szokott lenni a versenysúlyom, ez mindig attól függ, hogy éppen milyen izomtömegem van, de ez nagyon csökkenni nem szokott, mert az edzéseim azok megvannak, négyszer-hatszor egy héten, mikor hogy. Úgyhogy a fehér bevitelem is elég magas, úgyhogy el szerintem ebből fogyni nem fogok már, hanem a minőség mindig javul évről évre. Téged elszokott szokott csábítani valami? Vagy el... Kaja? Igen, egy el tudtál Maximálisan, maximálisan. Vannak gyengéim. Mik azok? Hát nekem a füredi velőspiritós a legnagyobb. A palacinta meg a sajtok. Hogyan tudsz ellenállni, ha mondjuk elmész valahova a barátaiddal? Előtte és... eszek. Ha nem vagyok éhes, akkor én bármit kibírok. De ha éhes vagyok, az a Snickers reklám, de tényleg meg őrülök. Úgyhogy tudatosan olyankor előtte elszek, és akkor úgy nincsen gond. Hogy tanultál meg a versenysportokra felkészülni? Mert ugye azért az egész más nem, mint hogyha mondjuk csak simán a napi életben figyelsz oda arra, hogy mit teszel az edzések mellett. A leges-legelső versenyemnél egy ex-kollégám, Molnár Zsolt, többszörös magyar bajnok, testi építő segített nekem a táplálkozásba, meg az edzés felosztásba. Örökre hálás leszek neki, mert az alapot megadta, és onnantól kezdve már csak annyi volt, hogy figyelgettem magam, és akkor, hogyha valami változás volt, vagy nem változás, akkor tudtam jól, hogy mit kell majd variálni a tervbe, és akkor újrafejlődést tudtam előidézni szerencsére. A verseny előtt mi történik, mondjuk az utolsó egy hétben? Pikviknek is szokták hívni az utolsó hét, na az, az kemény, tehát olyankor van a vízhajtás, a legtöbb versenyző ugye hajtja a vizet, én próbáltam kétféle, Módszert. Van az, amikor hét napig nem vízben átriumot az ember a szervezetébe, nem sózunk. Na most ezt annyira nehezen bírtam, hogy találtam egy másik módszert, nagyon sok oldalt végignézegettem az interneten. Van olyan, hogy túltöltöd a sót, és utána elveszed, de sokkal rövidebb időre. Nagyon rossz volt olyan nagyon sósat enni, de tök jól bevált, és így csak kettő, azt hiszem kettő napot nem ettem só, sósan, tehát hogy egyáltalán sót nem vittem be, viszont így nem is görcsöltem. Mert az volt a baj, amikor hét napig elvettem a sót, Barha jól néztem ki, tényleg nagyon száraz voltam, lement a víz, de én olyan rosszul voltam, hogy úgy fájt a derekam, mint hogyha hajolgattam volna egy napig. Hm. Viszont így nem. Úgyhogy én szerintem ez lesz a befutó nálam. Az edzésedben is változtatnod kell ilyen. Az utolsó héten? Uh -huh, igen, mivel ezt minden versenyző máshogy csinálja, de van ez a stresszhormon, a kortizol, az edzés is egy stressz a szervezetnek, és ha a kortizol magas, vizesedünk. Ugyanúgy, hogyha valaki nem alszik meg stresszel, vizesedik. Tehát olyankor nem vízhajtót kell, hanem pihenni. Na, és én azt szoktam csinálni, hogy én mindig szombaton van a verseny, szerdától már nem edzek, hanem pihengetek. Uh -huh. És az utolsó két nap már nem is dolgozom. Uh -huh. Csak fekszek, meg hát ahova elkemeljünk körmös szempillást, tudod, ezek a szokásos G női dolgok. És akkor a pihenés miatt ugye a kortizol szintemet alacsonyan tartom, és akkor annál kevésbé vízesedek. És mi történik a verseny napján például? Hogy zajlik ez az egész? folyamat? ott csajoskodunk, tehát ott uh -huh. van smink, haj, minden. Ugye lebarnítanak bennünket, ott van ilyen, vannak ilyen barnító sátrak és szakemberek, tehát a tökéletes a barnítás. Például biztos sok embert érdekel, de ugye nekem az egyik karom tele van tetoválással, és van erre speciális ilyen anyaguk, amivel azt le lehet fedetni. Tehát én leszoktam ilyenkor az egész karomat, úgy néz ki, mintha nem lenne rajta tetoválás. Aztán ilyenkor elkezdjük a töltést, vagy hát a töltést már elkezdjük csütörtökön délután, általában én legalábbis onnan szoktam kezdeni. Először lejörítjük a szénhidrátot, és utána feltöltjük és az azt jelenti, azt eredményezi, hogy nagyon-nagyon bekerekednek az izmok. Tehát olyan látványos, tényleg szépek, és akkor ugye a színpad előtt meg magunkat, mindenféle gyakorlatot végzünk súlyzóval, gumiszalaggal. Tehát amikor oda lépünk arra a 10 percre, nagyon izmosak vagyunk. De soha a büdös életben annyira nem vagyunk izmosak, mint abban a 10 percben, amíg mi a színpadon vagyunk körülbelül. Miért kell ez a nagyon barnaság? Én láttam rólad egy fényképet. Te most alapjáraton is barna vagy. Tehát, hogy mi, miért kell, hogy ennyire extrán. Barát. Sokkal nagyobb a kontraszt, és hogyha nagy a kontraszt, akkor az izmok sokkal látványosabbak. Ugyanaz az izomzat, egy világos bőrön, meg egy ilyen lebarnitott bőrön sokkal nagyobbat üt. A lebarnitottan. Sokkal. Verseny után? ott mindenki eszik valami jót. van, aki már viszi, sőt, van egy srác, Szinnamontominak Tominak hívják, nagyon sokan ismerik, főleg a versenyzői közösségbe. Ő vállal ilyet, hogy ilyen saját kreálmányait kiviszi a versenyre a lányoknak, hogyha megrendelik tőle. De ilyen fit de hát verseny alatt nem lehet fogyasztani, de pámulatos micsoda sütiei vannak, és akkor ő a kiviszi dobozba. Na, hát akkor ha nagyon után. igen, igen, ott mindenki azt csinálja. Igen. Nem terhelő ez a szervezetedre? De. Én például ezért nem szok, én mindig egy versenyt csinál. Egy szezonban, mert van, aki végig versenyzi mondjuk 4-5-6 versenyt, uh -huh. én csak egyetlen egyet. Tudom egyébként az egész országban, még az is lehet, hogy csak én vagyok az egyetlen, aki egy versenyezik, én nem tudom, de én úgy érzem, hogy ez az, amit még tud tolerálni a testem, és én, én utána nem megyek a következő szezonba, hanem egyet mindig kihagyok. Tehát tavaly ősszel versenyeztem utoljára, tavaszra most pihentem, és őszre készülök megint. Na, hát akkor én sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen. És hát remélem, hogy azért ö, mindenki mást is ö, tudsz motiválni továbbra is, mert, ö, mert tényleg szükség van rá szerintem, mert azért nagyon el tudunk tudulni. Én igyekszem legalább egy kicsit megszerettetni ezt az egészet az emberekkel, ha hagyják. Hát igen, meg ugye tulajdonképpen te is azt mondtad, hogy te is úgy indultál, hogy dus lust lusta voltál, és akkor valahogy mégis. Én csak el... lekerültem az edzőterembe, és megszerettem az egész. Nem az első héten. Akkor csak el kell indulni. Így van, szerintem igen. Köszönöm szépen. Én köszönöm.